A zuhogó eső ellenére százezres tömeg volt este a Szent Péter téren. A Sixtus kápolna kéményét figyelték Erdő Péter bíboros közvetlen munkatársai és magyar papok is. A várakozás közben nyilatkoztak a tények stábjának. Maga az a tény, hogy bíboros úr neve komolyan szóba került. Ez önmagában Magyarország számára egy hatalmas elismerés, és személyesen természetesen bíboros úrnak is. Függetlenül attól, hogy milyen eredmény születik, hiszen ez nem egy sportverseny, nem egy olimpia, itt egész más szempontok játszanak szerepet. Alig, hogy a Pápai Magyar Intézet rektora befejezte a mondatot, a tömeg kiabálni kezdett, mert füst szállt fel a kéményből. Néhány másodperc múlva egyértelmű volt, hogy a füst fehér. Néhány perc múlva a harangszó is megerősítette, hogy a bíborosok megválasztották az új pápát. A hívők örömújongásban törtek ki, és azt skandálták, hogy éljen a pápa. Zászlókat is lengettek, köztük magyart is. Óriási üdvrivalgás volt, amikor a francia bíboros bejelentette, hogy az argentin bíboros Bergoglio lett a pápa. Amikor viszont az erkélyen Ferenc pápa első beszédében azt mondta, hogy a bíborosok jó messziről választottak pápát, az egész tér nevetett. A téren ünneplő magyarok azt mondták a tényeknek, hogy meglepte őket, hogy már szerda este felszállt a fehér füst, de nagyon örültek Ferenc pápa megválasztásának. Attól talán némileg eltér, ami a sajtótalálkozásokban olvasható volt. Azt hiszem mindannyiunk számára nagy öröm ez a döntés. Az argentinok egymásba kapaszkodva vonatozták körbe a Szent Péter teret. Nagyon boldog vagyok. Nagy szó ez Dél-Amerika számára, mondta egy argentin apáca. A többi országból érkezett hívők is hajnalig ünnepeltek. Az emberek hosszú percekig éjjenezték az új pápát, és a nevét skandálták, vagyis hogy Francesco. A tényeket Szölthegyi Katalin tudósította a pápa választásról a Vatikánból.